kulcs, bajszos majom, mama! A Veresegyházi Veresegy Színház 2014. októberében nyitotta meg kapuit. Senki nem gondolt arra, hogy a 18 ezres kisváros olyan rajongói szeretettel veszi körül a saját színházat, hogy 8 hónap alatt elérik a 10 ezres nézőszámot. A színházterem a helyi művelődési házban kapott helyet. A társulat épp Heltai Jenő Naftalin című bohózatának kissé átalakított változatát próbálja. Fésűs Nelli a csalfa feleséget játsza, aki szerencsétlen helyzetbe kerül. Az én szeretőm az érkezik a szokásához híven, ahogy az kell, de közben megérkezik a férjem is, értem, tehát a férfi a helyére kerül a szekrénybe. Azért jó, hogy van egy hosszú próba folyamat, mert ezek a szövegek, ezek a szituációk, ezek megszokottá válnak kvázi, és nem térdünk egy csapkodva, játszunk a nézőtéren, mert az már nem a mi dolgunk, hanem a közönségé, hogy jól érezzék magukat. De mi nagyon jól fogjuk munkat érezni, mert nagyon jó a darab. Itt a szövegében, mindenében annyira szélsőséges, hogy ilyen jó hangulatú próbákon bizony elég rendesen meg kell állnunk, hogy mi magunk kinevessük magunkat előre, és már látjuk, hogy de nem lesz könnyű majd ezt előadáson megállni. Tetszik tudni, mama, szekrény, kulcs! Az a legviccesebb ebben, hogy mindenki rosszul jár. Tehát mindenki lebukik, mindenki rosszul jár, bravúros megoldások születnek, hogy megmentsék ezt az egész történetet, de azok is mind félresiklanak, és majd kiderül, hát a legvégén van egy olyan trükk, ami legalább egy ember, tehát legalább az ifi asszonyt megmenti. A Veres egy életének igazi szerencséje a helyi lakók támogatása és szeretete. Több nézőnk volt másfél év alatt, mint ahányan lakják ezt a várost. Olyan darabokat válasz, olyan úgy tud azt kommunikálni a nézőknek, vagy potenciális nézőknek, hogy ők ezt megszerethessék, magukénak valhassák ezt, és büszkék legyenek arra, hogy ez az ő színházuk. Az, hogy mi abban a időpillanatban jöttünk ide Veresre, amikor jöttünk, és hogy akkor volt egy olyan igény a város lakosság része, a közönség része, hogy itt valóban nagyon fogják szeretni a színházat. Még senki nem kezdte ezt el. Hát egy ilyen, egy ilyen légüres térbe érkeztünk. Ebben egészen biztosan nagy szerepe van a szerencsének.